Köszöntöm a Magyar Jelen YouTube csatornájának nézőit. Ez itt a Bunker, a Szellemi Jóvóhely, Ince Bélával, a Légió Hungária vezetőségi tagjával. Üdvözlök mindenkit. Ábrahám Barnabással, a Kurucinfo publicistájával. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok. Szász Péterrel, a Depozitum Hitvédelmi Portál főszerkesztőjével. Köszöntöm én is minden kedves hallgatónkat és nézőnket. Lantos Jánossal, a Mi Hazánk Munkaügyi Kabinetének elnökével. Sziasztok, köszöntöm én is a kedves nézőket. Hétvégén szombaton ugye volt több tüntetés is, ami nyilván számunkra fontosabb volt, és valószínű, hogy az ország számára is egyébként sokkal fontosabb tüntetés volt, az Vitnyéden zajlott le, ahol ugye egy menekült tábort tervez, vagy tervezett építeni a magyar kormány. Ugye a tüntetés másnapján a magyar hang hozta le azt a, vagy hivatkozott arra a dokumentumra, amely igazolja, hogy itt egyértelműen menekültáborról, nem pedig gyermektáborról volt szó, mint azt a kormány ugye állítja. A Magyarország menekültügyi feladatainak ellátásával összefüggő költségek biztosításáról címet viseli a dokumentum, amelyből kiderül, hogy az Európai Unió bíróságának június 13-i ítéletére hivatkozva, mintegy egy 5 milliárd forintnyi keretösszeget különített, vagy különített volna el a kormány menekült tábor létesítésére Vitnyéd Csermajorban. Végül is ezt talán lehet mondani, hogy a nemzeti összefogás megakadályozta. Béla, hogy látod a helyzetet? Hát, hogy a nemzeti összefogása illetve hogy megakadályozta-e, szerintem az még kérdőjeles, mert elképzelhető, hogy kivárnak egy kicsit, és majd később lesz ebből Vitnyéden tábor, vagy nem Vitnyéden lesz tábor. Tehát ugye azért ilyenkor ismerjük már a kormány ilyen álságos és kétszínű kommunikációját. Azt is meghallgathattuk a tüntetés követő hétfőn, hogy Torockai László egy kérdést intézett a parlamentben ezzel a kapcsolatban az illetékes személynek, aki gyakorlatilag nem válaszolt igazából a kérdésre egy ilyen megdöbbentő mápecsó volt, amit ott sőt, előadott. Bocsánat, hogy közben vágok, még annál is ö, rosszabbat tett, hogy nem válaszolt, hanem valami olyan irányba elvitte a, az egyperces viszont válaszát, hogy ö, a Torockai Lászlót és a mi hazánkat támadta azzal, hogy az sds es időkre emlékeztető módon támadják, a kormány migrációt ellenző politikáját. Tehát ez Rétvári, Rétvári Bence, meg. államtitkár. Tehát Bocsánat, annak majd... a, annak a belügyminisztériumnak az államtitkára, amelyik egyébként az általam idézett vagy felolvasott előterjesztés. Bocsánat, készítette. folytasd nyugodtan majd később. Persze, persze, ezek fontosak ezek, hogy teljes egész legyen a kép. Na, tehát egy ilyen Muppet Show irányába viszi el ezt az egészet a kormány, hogy igazából pontosan tudják ők, hogy ez százszázalékosan ellent megy az ő kommunikációjukkal, de hát ezt az orbánik klasszikus nem lehet eleget idézni, hogy ne azzal foglalkozzanak, ami, ö, amit mondok, hanem ö, arra figyeljenek, amit csinálok. De akkor konkrétan Vitnyédre visszakanyarodva, én úgy érzem, hogy egy jó létszámú demonstrációt sikerült ott összehozni. Ugye a jelenlévők közül Lantos János volt még, aki felszólalt a helyszínen, de ugye Tamás is ott volt. Tehát szerintem egy jól létszámú demonstrációt sikerült összehozni, ugye a, a legkomolyabb hazafia szervezetek azok fel is sorakoztak, és a vitnyédieknek egyébként én úgy érzem, úgy látom, hogy szimpatikus volt ez a kiállás, és ott elhangzott egy nagyon fontos mondat még a, a demonstrációt megelőzően, ugye volt ott egy ilyen civilek áll, helyi civilek által szervezett demonstráció, am, aminek a során, ott már nem emlékszem, hogy szónok mondta, vagy, vagy egy helyi ember a, a sajtónak, de azért ott jelez veled, hogy, hogy a Fidesz ezt a, a ilyen biztosnak, eddig biztosnak tűnő ilyen nyugati szavazóbázisát, akkor ezzel elbukja. Tehát így, így, ez nagyon érdekes jelenség, hogy hogy a Fidesz hosszú éveken keresztül bármit csinált, nem nagyon bukott el ilyen bástyákat. És, és itt most a bástya egyik korábbi szavazója, korábbi, tagja kinyilvánította azt, hogy, hogy egy ennyire pofátlan hazugságot már nem nyel le. És remélem, hogy az ilyen apró kis, kis ö, ö, szemelvények, azok majd egy nagy egész irányába fognak mutatni, mert ö, ugye a bunkerben is számtalanszor elemeztünk olyan témákat, amik kapcsán azt bizonyítottuk, hogy a Fidesz gyakorlatilag akkor hazudik, amikor mozog a szája bármely politikusnak. János, ha már Beszéltél akkor, folytasd a gondolatmenetet? Talán a legfontosabb most ö, azzal kezdeni, hogy ugye azt egyelőre még én sem merném kijelenteni, hogy egész biztos, hogy nem lesz Vitnyéden ö, migráns tábor. Az biztos, hogy volt ilyen terv, talán még most is van. A legfrissebb információk szerint, és én ott már szombaton a beszédemben is utaltam rá, hogy olyan hírek jutottak vissza hozzánk, amelyek egyelőre nem megerősítettek, hogy Albert Kázmér pusztán lehet akkor a migráns tábor de azóta olyan híreket is olvastunk, hogy Écs település közelében, úgyhogy ennek a helyszínen a következő napokban utána fogunk járni, és megnézzük, hogy mi igaz ebből. Tehát gyakorlatilag itt már túl sok a véletlen ahhoz, főleg úgy, hogy ugye nyilvánosságra kerültek azok a kormányzati, belső kormányzati dokumentumok, amelyek azt tanúsítják, hogy itt 5 milliárd forintból valóban migráns tábort épül, de már nyilván azelőtt is egyre sokasodtak a gyanús jelek, tehát a határkerítéshez hasonló 3-4 méter magas kerítés veszi körbe a Csermajor területét, készenléti rendőrség őrzi az idézőjeles építkezést, legalábbis ugye azt mondták, hogy azért van rá szükség. Nyilván mindenki tudja, hogy egy építkezést nem a készenléti rendőrség szokott őrizni, hanem egy biztonsági szolgálat, akkor ugye az adóvevő, ami a területen volt, amelyet egyébként Pár nappal ezelőtt elszállítottak onnan, ami nyilván megint csak arra enged következtetni, hogy a, a nemzeti szervezetek nyomása eredményre vezethetett, és mégiscsak visszakoznak. De egyébként az is rendkívül árulkodó, hogy a helyi szervezők felé azt tolmácsolták, hogy Torockai László, mint országgyűlési képviselő a tüntetés előtt beléphet az elzárt területre, és megmutatják neki ott, hogy milyen építkezések zajlanak, tehát a rendőrségnek ez volt az ígérete, ehhez képest, amikor Dorockai László a helyszínre érkezett, gyakorlatilag nem engedték be, hanem végigvezették a kerítés mentén, amelyet egyébként gyakorlatilag mindenki láthat, tehát ezzel olyan sok újat nem mutattak neki, tehát ez is elég árulkodó, de aztán ugye pont a magyar jelen hozta nyilvánosságra azokat a fényképeket, amelyek belül készültek. Na most laikus szemmel is lehet látni, hogy az nem egy diáktábor. Tehát nem így néz ki egy diáktábor, tehát ez száz százalék, hogy szerintem, hogy ott migráns tábort akartak létesíteni, és valószínűleg tartom, hogy nem is tettek le erről a tervről, elképzelhető, hogy máshol próbálják meg, de nyilvánvalóan máshol is ki fog derülni, tehát ebből a Fidesz jól már nem fog kijönni, és ugye az ő problémájuk az, amit ugye mind a ketten a beszédünkben úgy elemeztünk, hogy ez szimbólumok sokasága. Tehát, hogy ez nem az első olyan eset, amikor a Fidesz mást csinál, mint amit mond. A migráció ellen, ugye, kommunikációban mindig kiálltak, de gyakorlatilag már azért most is közel 200 ezer migráns van Magyarországon, csak őket ugye vendégmunkásnak hívják. És ugye, ez a jövőben sem fog változni, mert a kormánynak a gazdaságpolitikája gyakorlatilag vendégmunkás alapú, hogy a globális nagytőkét szolgálja ki. És hát ezt nem tudom, hogy meddig lehet megmagyarázni a fideszes szavazóknak, hogy van a jó migráns, meg a rossz migráns, főleg annak tükrében, hogy gyakorlatilag hosszú távon azért nincsen különbség, ahogy a beszédemben is elmondtam, hogy a 60-as, 70-es években Nyugat-Európában pont ugyanígy indult el ez a folyamat. 60-as években érkezett meg az első vendégmunkás török csoport Németországra, már odáig jutottunk, hogy például berlin kreuzberg nevű negyedében 300 ezer török él, és egy német sem. Tehát nem mentek haza, és ugyanazokat mondták az akkori francia, vagy német, vagy más nyugat-európai politikusok, mint most a fideszesek, hogy ez nemzetgazdasági érdek, de majd hazamennek. De nem fognak hazamenni, illetve a globális nagy tőke nyomása úgy is ki fogja kényszeríteni, hogy ez ne történjen meg, és jogszabálymódosítások is lesznek, mint hogy már vannak, de ugye közszálljon az forog, hogy két év után hazamennek de éppen néhány hónappal ezelőtt egy olyan jogszabálymódosítás volt, hogy kiemelt beruházásoknál 5 évig maradhatnak, és nem kizárt a családegyesítést. Tehát gondolom azt nem kell részleteznem, hogy akkor az mit jelent. Balnavás szerinted mit jelent azért? Hát kezdem először az alapoknál, szóval itt a, itt a Fideszre visszakanyarodva. Ezek a Fideszes hazugságok kicsit olyan, mint egy pattanás egyet kinyomsz, és akkor máshol majd újra keletkezik egy. Tehát nyilván a nemzeti oldal hozta a kötelezőt, és ez is a feladatunk, az egyik feladatunk, hogy ezeket feltárjuk, megakadályozzuk. Biztos vagyok benne viszont, hogy máshol próbálkozni fognak. Na most itt a, itt a családegyesítésre, meg, meg ugye a vendégmunkásokra rátérve, hát ez is egy újabb fideszes hazugság, mert nyilván úgymond ez a, ez a legális migráció, amiről ugye a János beszélt, nyilván ők hülyék lesznek majd hazamenni, tehát idejöttek egy sokkal jobb világba, úgymond jobban keresnek, jobban élnek, miért mennének haza? Tehát emberileg is logikus, hogyha maradhatnak, akkor maradni fognak, és hát nyilvánvalóan ez a, ez a fajta vadkapitalizmus, amire a termelés és fogyasztás épül, az nem tud majd munkaerőt nélkülözni kettő, de öt év múlva sem, de tíz év múlva sem erre épül, sőt, igazából a logika, a folyamatos terjeszkedés, fogyasztás logikája az azt diktálja, hogy még több ilyen munkáskész kell majd. Nyilvánvalóan a Fidesz azért adagolja ezt lassan, mint amikor a békát is lassan főzzük, meg ugye a forró vízben nem rögtön felforraljuk maximumra, hogy ne érezze, ne ugorjon ki a lábosból. Azért kommunikál így, illetve azért kommunikál nyilván ő maga is tudja, hogy már hazug módon, hogy aztán később ezeket észrevétlenebből változtathassa meg. Például most ugye két évről volt szó, de János már mondta, hogy akkor kiemeltnél öt év egyesítés, Ha ilyen apró módon változtatok mondjuk jogszabályokon, az az emberek 95%-a átsiklik fölötte. Lehet, hogy bocsánat, hogy közben de itt egy zárójelet nekem kell betennem, hogy ezt megfigyeltem Fidesz szavazóknál elsősorban, kik ilyen elvakultan kritika nélkül hallgatnak mindenre, ami elhangzik a kormány részéről, hogy ugye ezt a két évet emlegetik, hogy csak két évre jönnek, és lehet, hogy itt van egy tudatos ilyen kommunikációs csúsztatás, vagy lehet, hogy ezek az emberek azt hallják, amit szeretnének hallani, de ugye itt azt is fontos tisztázni, függetlenül attól, hogy kettő, vagy öt, vagy bármennyi év. Ez kettő volt, ugye e eredetileg. Kettő volt eredetileg most, hogy e ezt 21. a kiemelteknél uhum. akkor öt évre ö, hosszabbították. De az borzasztó fontos tisztázni, hogy itt szerintem itt van egy, mondom, egy ilyen fura félreértés a szavazók részéről, mert ilyet még a kormány sem állít, hogy ők azt hiszik, hogy itt két évre jönnek. Tehát, hogy két évig lesznek Magyarországon vendégmunkások, úgy ámlok. Nem, itt arról van szó, hogy vetésforgóban jönnek, az hazamegy az a brigád, a következő érkezik. Ugye elméleti síkon ez azért nem lenne egy borzasztó nagy tragédia, ha ez tényleg a nemzetgazdaság szempontjából mindenhogy az, a letelepedésük szempontjából nem lenne egy borzasztó nagy tragédia, mert hogy, hogy forognak, és akkor nem tudnak letelepedni, mert egy kényszerű forgásban vannak. Csak az a baj, hogy itt aki meg ezt hiszi el, az, az nem a harmadik világból érkező munkás fejével gondolkozik, hanem mondjuk közép- vagy nyugat-európai fejjel gondolkozik, hogy igen, nekünk is van egy csomó olyan ismerősünk, hogy kimegy pár évre Németországba dolgozni, és evidencia, hogy haza fog jönni, meg közben egyébként van, hogy heti rendszerességgel hazajár. Egyébként azoknak is a, a nekem sok ilyen ismerősöm van, és a 90%-uk soha nem jött haza Be egyébként. Igen, amúgy, az, az Nekem szerencsére egyébként a baráti társaságomra az a jellemző, hogy ők nagyon tudatosan haza akarnak jönni, ki van tűzve a, az a végidő. Aztán mindig kitolják. Akkor, hát egyébként már több ismerősöm. Tehát van olyan is, aki hazaköltözik, de ez mondom, ez az én szűk komra ismerősi körömre jellemző, akik egy nagyon nagy nagyfokú öntudattal vannak azzal a kapcsolatban, hogy konstatálják, hogy itthon egyébként tényleg nem tudnak ö, ö, olyan, olyan színvonalon megélni és olyan egzisztenciát teremteni, mint nyugaton, de hazajönnek nagyon nagy számmal. Sajnos a társadalomra nem ez a jellemző, ezt, ezt aláírom. De visszakanyarodva a, a, a az és akkor le is zárom ezzel, hogy ezt hatszor alá kell nekik húzni, hogy nehogy azt gondolják már, hogy itt 2024-ben elkezdődik ez a sztori, ami 2026-ban lezárul. Nem, itt itt ez a fontos, amit talán te mondtál, hogy itt igazából van egy egy öngerjesztő folyamat, vagy lehet, hogy Barnabás mondta, ne haragudj, van egy a kapitalizmus jellegéből. Igen, van egy öngerjesztő folyamat, ami már nemhogy lezárulni nem tud, hanem csak sokkal inkább növeli ezt a hegyről legguruló, le, le iszonyatos lavinát megérzem, egyébként teljes joggal értik félre az emberek a két évet, hiszen a kormány így kommunikálja, tehát ilyen vetésforgót ilyet biztos, hogy a médiában Vasznyal, nem teszi hozzá, de egyébként ők ilyet, tehát nem mondanak, például én, amikor ezeket a híreket végignéztem, bennem ez az olvasat fel sem merült, és ilyen megdöbbentett, amikor emberek ezt így 10 Tízből kilenc ember ezt így értelmezte, és egyébként szerintem nem alaptalan. Most én vagyok. Én voltam túl naív a magyar társad ez nem, nem mindig szok, más a díjat. Nem mindig, mindig szoktam védeni őket, de most egyébként nem minden alap nélkül hitték ezt amúgy. Tehát tényleg a jános tehát a kommunikáció, tényleg úgy kommunikálták, hogy két év tudatos nyilván. Meg, ez a Csak hogy most ezzel, igaz úgy lenne, a most az lenne, akkor hogy emelkedik folyamatosan a számuk. Hát mert még az első hát az két évben vagyunk. De... Függetlenül Na mindegy, szóval az átlagember, átlagember védelmében most tényleg, hogy jogosan én azt gondolom, hogy jogosan értették te, hogy félre. látod, szerinted jogos a félreértése az átlagembernek? Ha lehet egy könyvet ajánlani, bár elég régen jelent meg, de a benne foglalt tömeglélektani igazságok igazak, ebből már sejtető, hogy melyik könyvre gondolok, Gustav Le bon a Tömegek Lélektanára, amit természetesen vérprofi politikus módon a a Fidesznek a kommunikációs agytrösztje kihasznál, illetve erre építi, erre a, a társadalmi valóságra, a társadalomlélektani, tömeglélektani valóságra a kommunikációját. Tehát, hogy bedobunk valamit, hogy két év, és az emberekben, mint a Pavlovi kutyába, csak ez, ez tűnik föl, és, és ez rögzül. Tehát ez egy, ez egy kommunikációs módszer, ez az egyik oldala, és azt se felejtjük el, hogy a tematizálásban is sokszor az van, amikor a közvélemény kutatásaik alapján, vagy a, a különböző fókuszcsoportokban végzett kutatások alapján az erre specializált szak, szakember gárda, illetve uh, ilyen bizottság nyilván azt kihozza, hogy akkor most mit kell tematizálni. Gondoljunk a migráns kérdésre, amit 2005-ben a migráns először az akkori Jobbik kommunikált, illetve a jobbiktól jobbra álló parlamenten kívüli radikális jobboldali közeg kommunikált először, és gyakorlatilag ki lett fogva a vitorlából a szél, vagy a soros kérdés is. Volt egy soros konferencia, miután ugye kitiltások történtek Magyarországról. Ilyen plakátolások miatt eljárás történt, csak pár héttel, nem, hogy pár hónappal azelőtt, hogy megjelentek a kormányzat részéről a soros plakátot. Lehet, ez, nyilván egy igen, ez egy magpolitikai dolog, tehát ez nem egy, nem egy világnézeti meggyőződés, ez egy, ez egy hatalomtechnika, egy, 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 pőre machiavellizmus az egész, ez nem egy meggyőződés. Mert láttuk már az elmúlt közel 40 évben, de, de bő 30 évben nagyon nagy fordulatokat a Fidesznél, bár ugye lassan fordították a kormányt, tehát hogy, hogy azért a tegnap előtti hírekre, még ha tegnapira valaki emlékszik, arra ne emlékezzen meg ugye a, a muslinca memóriájával, vagy aranyhaj memóriájával. Ez az egyik oldala a kérdésnek. A másik, hogy, hogy hogyan lehet ennek ellenállni. Meggyőződésem, hogy ez jelenleg a nemzetállamok szintjén lehetetlen. A nagy tőke, a globális háttérerők kell föllépni, ezt európai szinten kell kezelni, a nemzetek európájának kell összefogni. Tehát Európa tud egy olyan kontinentális tömb, egy entitás lenni, amin áll vagy bukik ez a kérdés. Hogy megszoktam fogalmazni, Magyarország Európán áll vagy bukik, nem az Európai Unión, és Európa is, Magyarországon is, Portugálián is, Norvégián, Olaszország, Németország, Franciaország, Lengyelország sorolhatnám tovább, áll vagy bukik. Ezen múlik ezzel való hatékony szembenállás, és ezért fontos, a nemzeti erőknek az az összefogása, az az együtt dolgozása, az a kohéziója, ami egyrészt megtörténik például a mi hazánk részéről is, Európa szinten is, de a parlamenten kívüli magyar radikális jobb oldal részéről is, legjobb információim szerint. Tehát, hogy erre ez, ez lehet hatékonyan, hosszú távon a megoldás. Ezt a kettőt fűzném az előttem szóló Hát azt gondolom, hogy az országban bárhol épül majd Újabb migráns tábor akkor a nemzeti szervezetekre szerintem ismét így van. lehet nekem, majd számítani. Nekem még egy rövid hozzáfűzni valom lenne, szerintem fontos a, ehhez a témához, mielőtt másik témára mennénk Ugye Péter mondta, hogy összeurópai szinten lehet ellenállni a migrációnak, ez határozottan így van. És ebből az alapállásból kiindulva egyébként a kormánynak az a hangzatos szólása, hogy Brüsszelig fogják őket buszoztatni, ez rendkívül káros, csak ebben nagyon kevesen gondolnak bele, hogy ez gyakorlatilag meghívó a világ összes migránsa számára, hogy jöjjenek Európába. Tehát ez gyakorlatilag azon túl egyébként, hogy nem tűnik úgy, hogy ezt csinálnák, de ha csinálnák, akkor gyakorlatilag ez egy meglehetősen Európa ellenes cselekedet volna, és lehet, hogy úgy tűnik, hogy Magyarország számára ez jó lenne, de az is lehet, hogy rögtön visszatoloncolnák ide őket, és akkor ez az első biztonságos ország, ez lenne mondva, és itt maradnának. Illetve még nagyon röviden, nem akarom húzni az időt, de beszélnünk kellene azért a többi politikai erőről is, tehát hogy ne csak a Fideszről beszéljünk, és úgy tűnjön, hogy csak a Fidesz fekszik alá a migrációs globalista akaratnak. Most nyilván a Gyurcsány Ferenc által vezetett DK-ról túl sok szót nem érdemes ejteni, nyilván ők egy Európai Egyesült Államokat akarnak, de azért azt is tisztába kell tenni, és egyúttal akkor üzenném is Magyar Péternek, hogy hát, talán hagyja abba a mi hazánk témáinak a lenyúlását, főleg olyan tekintetben, hogy nem oldja meg. Tehát miután mi feltártuk, a Vitnyédi esetet, 3-4-5 nap lemaradással kiírt egy Facebook bejegyzést, és akkor ő úgy gondolta, hogy el van intézve a téma, de nyilván ettől nincs elintézve. De ami talán sokkal fontosabb, és a nézőket is szélesebb körben érdekelheti, hogy... A globalista Európai Néppárt frakciójából, Manfred Weberrel, Ursula von der Leyenrel, stb. nem fog tudni olyan politikát megvalósítani, ami ellenáll a migrációnak, hiszen a legnagyobb migrációt támogató globalista politikusokról van szó, tehát még hogyha akarna se tudna ezzel szembe menni, egész egyszerűen a megrendelőknek az utasítása miatt. Hát talán éppen ezért volt fontosabb neki a sajtószabadság miatt tüntetni, mint mondjuk esetleg a migráns táborokkal szemben, viszont mi menjünk tovább. Ugyan nem a legfrissebb történés, de hát csak muszáj beszélnünk egy témáról, ami hát talán a Fidesz kommunikációját is érinti. Ugye Orbán Balázsnak volt két héttel ezelőtt egy igen komoly szólása, amit azért idéznék is, Pont 56-ból kiindulva mi valószínűleg nem csináltuk volna azt, amit Zelenszki elnök csinált két és fél évvel ezelőtt, mert felelőtlenség, mert látszik, hogy belevitte egy háborús védekezésbe az országát, ennyi ember halt meg, ennyi területet vesztett, mondom még egyszer, az ő joguk, szuverén döntésük, megtehették, de ha minket kérdeztek volna, akkor mi nem tanácsoltuk volna azért, mert 56-ban az lett, ami lett. Mert megtanultuk, hogy itt óvatosnak kell lenni, és óvatosan kell bánni a nagyon értékes magyar életekkel, azokat nem lehet csak úgy odadobni mások elé. Hát elég nagy vihar kavarodott ugye ezekből a szavakból, amiket aztán a Fidesz média gépezete próbált úgy megmagyarázni, hogy hát itt szándékosan kiforgatták Orbán Balázsnak a szavait. Péter, akkor elsőként hozzád fordulok. Te is úgy érezted, hogy itt szövegértési problémája volt egy egész országnak, beleértve Orbán Viktort és már Márját is? Nem hinném, de annyiban, ha lehet már fogadatlan prókátorként, hogy mondja, megvédjem Orbán Balást, hogy valóban szerencsétlenül fogalmazott, mert azt már nem merte mondani az ő politikai elköteleződése folytán, hogy vagy, vagy lehet, hogy nem tudom, hogy így gondolta-e, csak mondom, hogy adjak egy ilyen olvasatot is, hogy cserbe hagyta ugye a nyugat Magyarországot. Ez nem ilyen egyszerű kérdés egyébként annak ellenére, hogy valóban őt mondták, hogy tartsunk ki, meg küldenek fegyvereket, meg nyilván Frankó tábornok. Spanyolország az tízezer önkéntessel készen állt, és amit Eisenhower miatt ugye, Eisenhower akadályozott meg, nem engedélyezte ezt nyilván, hogy, hogy, hogy Spanyolország beszálljon ebbe az önkéntesekkel, és akár ebbe az antibolsavista szabadságharcban, amit Magyarország folytatott 1956. -t. októberében, novemberében. De hozzáteszem, hogy ha meg is segítettek volna, milyen konfliktus lett volna azzal. Az szóval az oroszok hagyták volna Magyarországot, így hogy megjelenik az első amerikai tank, vagy nem tudom, mondjuk akkor már megalakult a Bundeswehr, vagy valami, és akkor majd így szépen kivonulnak, tehát Ukrajnában sem ez történt hanem hiába bármilyen fegyver szállítmány érkezik Ukrajnába, az oroszok nem mondják, akkor bocsánat, hát itt visszavonulunk, itt van egy embrenztang, itt van egy, egy ilyen repülő, egy olyan elhárító eszköz, nagyobb fokozatra kapcsolnak. Tehát nyilván azt nem engedheti meg, egy, egy ország sem, hogy ne álljunk ki a becsületét. Akár egyet, akár bármilyen nemzeti, vagy akármilyen konfliktusunk van egy országgal szemben, akár Oroszországgal szemben, vagy az Egyesült Államokkal szemben. Nyilván egy amerikai hazafi sem, vagy egy orosz a saját érdekeit törekszik érvényesíteni, vagy egy politikus jobb esetbe teszem hozzá. Tehát ez igazából. Ne, tehát nem, nem jött le, hogy mi az 56 tanulság, hogy akkor, akkor értelmetlen a hősi áldozat. A hős az, az nem nyer semmit ugyan, mindent elveszít e világon. A becsület az többet ér, mint az élet. Szerintem ez egy nagyon fontos szempont, hogy amíg lehet, addig ellenállni és harcolni kell minden erővel, hogy az ember kezéből kiüssék a kardot. Mert a becstelenséggel élni a sokkal rosszabb, mint a hősi halál nyilván. Béla, hogy látod a helyzetet? Hát ezt végtelenül sok irányból lehetne elemezni és akkor vannak ilyen komikusabb elemei, meg tragikomikus, meg kifejezetten tragikus elemei ennek az egésznek, de, de messze menőkig egyetértek egyébként Péter Vég következtetésével, hogy, hogy Orbán Balázs annyira, bár ez Péter nem mondta ki, ezt már én gondolom tovább, hogy Orbán Balázs olyannyira politikusi aggyal gondolkozik, hogy úgy méri a hősiességet, meg a hősi életáldozatot, hogy ennek van-e valami, a politika palettája van vala, vala, valamiféle haszna. Ez mérhető-e valahogy? Hát nyilván nem. Tehát ez, ez ezt, az utókor megbecsülése az egyik, de ez a kevésbé fontos egyébként, a fontosabb szempont úgy gondolom, hogy... A, a hűs szempontjából mérendő, aki feláldozza az életét, vagy egy hatalmas áldozatot hoz, az pedig majd a túlvilágon jóváírják számára. Orbán Balázs pedig ebből, a, szerintem a leges-legrosszabb egyébként, hogy anélkül belemennék most a, a különböző ilyen félmondatok elemzésébe, a legbrutálisabb egyébként azt nem tudom szó nélkül hagyni, hogy, hogy belevitte egy védekezésbe az országát. Tehát megtámadták azt az országot. Mi az, hogy belevitte egy védekezésbe az ország? Ez, ez technikailag hogy kell elképzelni? Tehát, ha megtámadnak, védekezni kell. Tehát, hogyha megtámadnak, akkor, akkor ott, ott nem az adott ország. Attól függetlenül, hogy Ukrajnának és Zelenszkinek hívják -e az országot és a vezetőjét. Tehát ő, ő egy kényszerpályán van, ő a megtámadott, aki, akinek védekeznie kell. És értem én, hogy, hogy és itt kanyarodok akkor egy ilyen nagyobb ívű gondolatmenetre rá. Értem én, hogy Orbán Bolázs miért próbált meg egy ilyen borzasztó nyakatekert gondolat, gondolatmenetbe belemenni, és ez a legtragikusabb része ennek az egész történetnek, hogy 1956 történetét, 1956 szellemiségét és 1956 hőseit feláldozza Magyarország Putyin barát politikájának az oltárán. Tehát egy újra próbált meg, nagyon-nagyon szerencsétlenül, annyira szerencsétlenül, hogy személyesen Orbán Viktor szól rá, hogy ő, az első védekezési stratégiája az az volt, hogy őt nem értették, ő, ő, direkt, direkt félre magyarázták és akkor utána Orbán pontosított, hogy nem barátom, te rosszul fogalmaztál. És akkor ő is elkezdte mondani, hogy akkor rosszul fogalmazott. De most meg már megint egy újabb spirálba, egy újabb hurokba értünk bele, amikor a Fidesznek különböző, szellemi holdudvarában lévő különböző megmondó emberek megint oda vissza, hogy Orbán Balást félreértik, ő ezt így gondolta, meg úgy, meg amúgy gondolta. De ezt nem lehet egyébként olyan borzasztó sokféleképpen gondolni. Tehát ennek ki, az egyik olvasata az az, hogy Orbán Balázs azért, hogy, hogy kitartson a kormány teljes mértékben a Putyini Oroszországnak. Majdnem csúnyán fogalmaztam. A Puty Putyini Oroszországot kiszolgáló ö, politikáját ö, egy világnézeti alappal is megtámassza, Ez az egyik olvasata. A másik olvasata meg az, hogy hogy Orbán Balázs, hát nagyon finoman fogalmazva rosszul fogalmazott, és olyasmit akart ebből az egészből kikerekíteni, hogy jaj de jó, hogy ez nem tartott hosszú évekig, mert akkor nagyon sok ember meghalt volna. De Igazából 56-nak nem ez az üzenete, hogy jaj, de jó, hogy nem tartott hosszú évekig. Hát a következő problémája Orbán Balázsnak, ugye, amit szintén Péter is mondott, az az, hogy nem érkezett meg a nyugati segítség. Hát ha megérkezik, és, és ezt ő nehezményezi, hogy a nyugat minket átvert. Hát ha megérkezik a nyugati segítség, akkor évekig elhúzódik ez a konfliktus, és akkor meg ott ugyanott tartunk, ahol most Ukrajna. Tehát ez, ez, minden irányból egy ilyen elképesztő logikai zsákutcák és fekete lyukak tömkelege, és az egésznek a kiinduló pontja csak egy dolog, az, hogy Orbán Balázs meg akar felelni idegen érdekeknek. É, ugye, amire a Fidesz is, meg úgy nagyjából Magyarországon mindenki egész büszke volt eddig 56. október 23-a kapcsán, hogy mindig azt mondták, hogy ez volt az első szög a Szovjetunió koporsójában. Elképzelhető, hogy akkor ezt ők már nem, nem így gondolják, Barnabás? Hát ugye nyilván az aktuál politika folyamatosan változik, és a Fidesznél ez nem az első olyan reakció, hogy, a, hogy úgymond a történeti emlékezetet, illetve a történelmet is megpróbálják éppen úgy alakítani, ahogy az az aktuál politikának megfelel. Na ez azért veszélyes dolog, mert tehát ez, ez vége láthatatlan, tehát ennek nincs vége, és előbb-utóbb, tehát egészen biztosan valahogy ellentmondásba fogsz keveredni saját magá, saját, el, saját magaddal. Na most a felolvastad a szavakat, ugye az Orbán Balázsnak a szavait, nyilván ezeket nem lehet máshogy értelmezni, nem lehet félreérteni, nem is értem, hogy, hogy merte ezt mondani, hogy őt félreértették, azt mondta, amit. Hogy ebbe volt-e? Olyan szándékosság, akár a fideszes agytrözt részéről, hogy lemérjék azt, hogy az emberek mit szólnak, esetleg ez eljut-e Oroszországba ez a dolog. Nem vagyok benne biztos, hogy ez valahol nem volt a színfalak mögött szándékos, láttunk már ilyet, meg szeret a Fidesz mindig méricsként, hogy mit reagálnak az emberek. De hát tényleg itt ez a, ez a védekezésbe belevinni az országot, ebből mi megszülettek aztán az interneten, tehát ezt, ezt a tüzet már nem lehetett úgy eloltani hogy, hogy itt őt ő félre lett értve. És hát ő, nyilvánvalóan elkövette ő is azt a hibát, hogy, a, hogy, egy olyan eseményt próbált megfeleltetni az aktuál politikai elvárásoknak, amit egész egyszerűen nem lehet. Még egyébként ez a, én azzal is óvatos lennék, hogyha itt a Nyugat, akár Frankó vagy Egyesült Államok beavatkozik, akkor itt ugyanolyan háború lett volna, mint Ukrajnában. Azért veszélyesek ezek, is a, ezek a kijelentések is, mert Ukrajnában az esetek 95%-ában az önkénteseket leszámítva úgymond csak idézőjelve fegyvereket küldenek. Na most, ha ide volna a tízezer spanyol önkéntes vagy az amerikai hadsereg, stb., az azért egy merőben más szituáció lett volna, és lehet, hogy pár hónap alatt kisöpörték volna a szovjeteket. Tehát ezekkel, a, ezekkel az analógiákkal nagyon veszélyesen kell bánni még, még ilyen hát szempontból azért is. Persze, hogy ne, és ugye a történelem nem is mondja, mi lett volna, ha tehát ezek ilyen nagyon, nagyon ingoványos, meg, meg ki tudja, hogy. Egyébként nem gondolom, mert az akkori vörös hadsereg az a városharcban legtapasztaltabb, és leginkább erre berendezkedett hadserege volt. A frankó hadserege gyakorlatilag a szovjet vörös hadsereghez képest nem nagyon rendelkezett egyébként harci tapasztalattal, tehát minimális ahhoz képest. Ugye önkéntesekkel vettek részt a második világháborúban is. A polgárháborújuk talán az, amikor sikerült összeszedni valamennyi harci tapasztalatot. Az USA az már megint más, de azért... Uh, tehát uh, idegen terep, de mindegy, most azért nem menjünk bele, mert nagyon sok idő elmenne ennek az a Persze és, ez és, egy, másik és, másik egy, és egy science fiction igen. ez a történet. Uh, még egy utolsó, és utána továbbadom a szót, egy másik nagyon fontos szempont szerintem, hogy ez Orbán Balázs ezzel feldobta a labdát sajnos a baloldalnak és a baloldal, meg, meg, ugye kényszeresen mindig ellen kell mondani a Fidesznek logika elve alapján, itt olyan politikai entitások, akik eddig vagy nem foglalkoztak 56-tal, mert nem tudtak vele mit kezdeni, mert nem az ő és ezt pontosan érezték, hogy nekik aztán semmi közük nincs 56 szellemiségéhez, nem szóltak hozzá, vagy pedig azok, akik akár megkockáztatom azt is, hogy néhányan személyesen, de, de itt a jogfolytonosság tekintetében is, meg szellemi örökösség tekintetében is, akik lövettek a forradalmárakra, azok hirtelen eszméletlen nagy 56 pártiak lettek, és itt olyanok hangoznak el, hogy a magyar nemzet ilyen utolsó utáni, utáni kettővel is utáni közös pontja volt 56, és most Orbán Balázs ebbe rombolt bele, hát azért ne, nehogy ne, ne hülyéskedjünk már, Eztán hát a, a plafon mennek, rájuk ne szakadjon. kimennek megkoszorúzni Horn a szobrát. És utána kimennek megkoszorúzni Horn a szobrát, tehát tényleg a plafon rájuk ne szakadjon, de ez, ez, ez viszont nem csak tragikomédia, az is, de mert, mert ezek ilyen humoros történetek, amiken az ember nehezen ugyan, de, de inkább nevet, mint hogy sír mert szánalmas. A probléma már az, hogy elkezdődik először a baloldal undergroundjában egy ideológiai újraértelmezés, és megjelennek ezek a csatornapatkányok, és elkezdenek fölbüfögni ilyeneket, hogy a Orbán Balázs és a Fidesz megszentségteleníti Magyarország legtisztább szocialista forradalmát. Tehát itt előkerül egy ilyen baloldali értelmezése 56-nak, és az a baj, hogy a magyar ifjúság az most éppen aktuálisan annyira Fidesz ellenes, hogy nagyon-nagyon fogékony lesz az ilyen baromságokra, csak és kizárólag abból kifolyólag, hogy véletlenül se egyezzen az ő elképzelésük 56-ról a, elképze a Fidesz korábbi elképzeléseivel, és ezért elkezdenek majd ők itt munkástanácsokat isteníteni, akik annak idején... <kül> Csánat, annak idején, hogy a Pongrácz fővérek megmondták, hogy ők nem álltak szóba a munkástanácsok képviselőivel, mert két különböző térfélen fociztak. És akkor ne, nehogy az legyen, hogy, hogy egy ilyen balra tolódik 56 értelmezése a széles ö, magyar társadalomban, vagy akár csak kicsin szegleteiben is, mert ez az, ami eddig elképzelhetetlen és ismeretlen volt, és hogyha ez megtörténik, akkor ez Orbán Balázs bűne. Hát, Elnézés, és ilyen... még egy még egy fontos dolog, csak el ne hagyjon, itt be akartam ezt fejezni. Üm. Ugye itt aktuál politika szempontjából, nyilván most Orbán Balázs mondott azt, amit, és ezt most tényleg nem akár egyik oldal, már mint orosz-ukrán térfen, akár egyik, vagy akár másik oldalt vizsgálva, de ugye itt is megjelenik a Fidesz politikájában az a kétarcuság, mint a migránsok esetében is, hogy oké, okay, hogy ezeket a szavakat mondja, és nyilván az oroszok felé akart ezzel úgymond kacsintani, de ugye mellette itt megint megjelenik a Fidesz kétarcúsága, hogy próbál ilyen gesztusokat tenni oda, de mellette meg a megfelelő csatornákon azért Ukrajnához is szeretnek oda dörgölőzni. Tehát itt is úgymond két, tehát kettős játékot űznek, ahogy a migráns válság esetében is. Ja, és egy, e, e, hozzá, e, egy, egy gondolatot még ehhez. Az a baj, hogy ebben mi nagyon rossz táncosok vagyunk, tehát a Kálai kettős az nem jött már be 43-44-ben, mert az zárólót két oldalon vetik meg. Tehát mi nem vagyunk olyan ügyesek mondhatom így, mint egy keleti szomszédunk, ugye? Hát a, az álmok futó sz Szerencsére a magyar nem mindig, ilyen, csak az a baj, hogy a, a politikai vezetés. Igen, igen, Ebben, pont az a legszerencsétlen. románnál lett a magyar politika. Az, a baj, igen, hogy a, magyar politikában a buszt és a, boost és a villamost akar egy trollibusszal egyesíteni, ami a legrosszabb tulajdonságai jönnek ki csak. Ugye, tehát, hogy, hogy mondjam, hogy ki, ki akarunk ugrani, de ebből, ebből két között a padalásunk. Tehát nem tudjuk azt megcsinálni, mondom, mint a kedves keleti szomszédei már mint a románok hát, nem gondolok, a magyar igen, élek, hogy például. mindig a győztesek oldalán álltunk, vérünket adtuk a hatalomért, tehát azért ez nem fog, nem fog bejönni, hanem ez, ez egy ilyen csúfos bukássá viszont, hogy mondani. akkor azért Jánosnak is szót adjunk, szerinted ez egy nemzeti vagy szocialista forradalom volt 56? Hát ez egy nehéz kérdés ebben a formában, értem a retorikáját. Nyilván Hát, hogyha ebbe most belemegyünk, hogy az 56-osok mit szerettek volna, nyilván bolsevizmust semmiféleképpen, de én azt gondolom egyébként, hogy a horti rendszert sem. Tehát most akkor diplomatikusan maradjunk annyiban, hogy megválaszoltam a kérdést, de ettől függetlenül nyilván ez egy antibolsevista nemzeti felkelés forradalom volt és ez nem sajátítható ki semmilyen módon a baloldal számára, tehát itt a legalapvetőbb követelések az volt, azok voltak, hogy a, hogy a, kommunizmus szűnjön meg, a szovjet vörös hadsereg menjen haza, pont. És ugye, hát itt a többiek már eléggé kivesézték a kérdést, olyan hosszasan nem húznám el, de Barnabás gondolatára rácsatlakozva, Hát olyannyira nem olyan a magyarság, a magyar nép, mint itt a kedves keleti szomszédunk, hogy az egész ismert Kárpát-medencei itt létünk, az gyakorlatilag úgy jellemezhető, hogy a magyarság a génjeiben hordozza a szabadság szeretetét. Na most ez azt jelenti, hogy akár keletről, akár nyugatról, hogyha minket valaki megtámadott, gyarmatosítani akart, akkor mi mindig fölvettük a fegyvert és ennek így kell lenni. Én azt gondolom, hogy ez a magyarság történelmi küldetésének fogalomalkotó lényege, úgyhogy innen nézve nem is nagyon kell magyarázni, hogy mit gondolok Orbán Balázs kijelentéséről, akármilyen irányból, akármelyik égtájról támadás éri Magyarországot, sérül akár a magyar szuverenitás, az kompromisszumok nélkül annak ellen kell állni, és 56 értékelését is így kell, mint ahogy, és ez is volt 56, függetlenül attól egyébként, és összhangban nem hozható, össze nem kapcsolható azzal, hogy mondjuk jelenleg valakinek mi a véleménye az orosz-ukrán háborúról, kinek a pártján van, még akkor is, hogyha mondjuk valaki úgy gondolja jobboldaliként, hogy ebben a konfliktusban Oroszországnak van igaza, ez egy milliméternyi felhatalmazás sem adhatna neki arra, hogy 56-ról azt gondolja, ami valójában volt. Ha ez nem tetszik az oroszoknak, akkor ez az ő problémájuk. De ez ugyanúgy igaz akármelyik nagyhatalom irányába. És akkor nyilván itt kell beszúrnom, hogy ugye október 23-án Budána a Turulszobornál lesz ugye a mi hazánk megemlékezése, amelyhez csatlakozott tulajdonképpen minden számottevő nemzeti radikális szervezet, illetve a Légió Hungária is szervez egy megemlékezést, ennek a részleteit majd később fogjuk megtudni, de mind a kettőt ajánlom a nézőinknek. És talán annyit elmondhatunk, hogy az egyikről át lehet érni a másikra, tehát az direkt úgy van megkomponálva, hogy aki szeretne, az mind a kettőn részt tud venni. Így van, és akkor Orbán Balázs után záró témának egy másik Orbán Viktor beszédéről beszéljünk egy néhány szót. Ugye amikor ezt az adást felveszük, az csütörtök, a tegnapi napon szerdán Strasbourgban volt az Európai Parlament ülése, ahol aztán Orbán Viktor kapott hideget-meleget, mindenfelől őt támadták, és ő pedig nem győzte megvédeni magát és a országot. Ellentétesen egyébként Orbán Balázs javaslatával. Tehát Igen, tehát meg Orbán Vitor helyében nem sem próbált. Minek? Hát magát a Igen. És, hát az országot. És hát ugye a doktor miniszterelnök úrnak volt egy igen hosszú beszéde, amit nagyon sokan, nagyon sokféleképpen kielemeztek. Viszont annak volt egy nagyon érdekes része, ezt azért nagyjából így felolvasnám. Orbán Viktor ugyanis azt mondta így a nyugat-európai országok képviselői felé elsősorban, hogy önök sokkal több pénzt visznek ki az országból, mint amennyit oda küldenek. Önök mind nyernek rajtunk, sok pénzt nyernek rajtunk. Ugye hát itt, amikor az, az uniós csatlakozási kampány elkezdődött, akkor már akkoriban is voltak ilyen hangok, de hát azóta ezek nyilván felelősödtek, hogy tulajdonképpen Magyarország sokkal több pénzt veszít az Európai Uniós tagsággal, mint amennyit nyer vele. És hát pont a Fidesz volt az egyik olyan szereplő, aki folyamatosan ezt igyekezett cáfolni. De hát Orbán, Bal, Orbán Viktor gyakorlatilag most ezt a fejére olvasta a nyugat-európai vezetőknek, politikusoknak, hogy hát igazából Magyarország Európai Uniós tagságán csak ők nyernek gazdaságilag és pénzügyileg. Hogyan értékeled Barnabás ezt az elszólást, ha lehet ezt annak nevezni? Hát egyrészt ugye olyan szempontból világítja meg az ember, és itt tényleg csatlakozva az összes eddigi témához, hogy most éppen ezt mondja, és akkor lehet, hogy egy hét múlva, amikor meg a politika azt követeli, meg a komást fog mondani. Tehát egész egyszerűen oké, okay, hogy ez... Hogy ez úgymond nagy dolog, hogy ilyet kimond, és lényegében szembe megy valamilyen szinten az egész eddigi politikával, ha bár most amennyire próbálnak elhúzni az EU-tól, annyira nem is megy vele szembe. Lényeg az, hogy nem nem, nem gondolom azt, hogy ez ilyen óriási csattanó lenne, mármint abból a szempontból, hogy amit, amit mondott, oké, okay, hogy ő mondta csak ö, tényleg olyan, olyan szinten mindig mindig azt mondják, amit, a, amit az ember ugye hallani akar, akár legyen szó védekezésről, akár támadásról, hogy nyilván az ember nem tudja már komolyan venni. Olyan dolgokat mondott el, amikkel mi én azt gondolom, hogy már nagyon hosszú ideje tisztában vagyunk, sőt annak idején sokan már a csatlakozás évében 2004-ben is tisztában voltak, hiszen lényegében amikor valaki mondjuk nem kampányolt annak idején, akkor is már ezeket a mondatokat mondta, akkor a Fidesz még nyilván a, a másik oldalon állt. Tehát uh, nyilván ő ezzel így védekezni akar, de, de nem, tehát nem, még csak, egy, még csak, egy, apró szimpátiát sem tudott legalábbis bennem ez elérni, mert uh, itt, itt szintiszta haszonelvűségről van szó. Rendben van, hogy ez ténylegesen így van, ahogy ő elmondta. De, de egyrészt nyilván ez nem fog semmit kitörölni, amit az elmúlt években, évtizedekben csináltak. Másrészt mi ezzel meg már, én azt gondolom tényleg, hogy nagyon régóta tisztába vagyunk. Nem hiszem, hogy ő erre most döbbent rá egyébként, nyilván ő is tudta. Most jött jól politikailag az, hogy ő ezt kimondja. Nyilván próbálják magukat minél jobban most már elhatárolni az előttól. Na most, hogy ezek a kiszólások... Inkább szerintem az az érdekes, hogy ezek a kiszólások mennyire kapcsolhatóak az ilyen oroszbarát kijelentésekhez például, amit a, amit a másik Orbán ugye mondott. Tehát hogy ö, lehet, hogy már én gondolom túl, és túl nagynak gondolom az agy de mintha én látnék itt egy tervszerűséget. hogy Egy-egy ilyen mélységi felderítő úgy idéző elben mond ilyen oroszbarát kijelentéseket, utána megjelennek az EU-ban, az olyan fajta hát régen radikálisnak vélt kijelentések, ma már sokan mondanak ilyeneket, amik, amiket sose gondoltuk volna, hogy az Orbán valaha ki fog mondani, most kimondja. Én látok ebben némi tervszerűséget, de lehet, hogy túl gondolom. De általában nem szoktam túl gondolni. János szerinted túl gondolja a Barnabás? Hát ezt majd az idő eldönti, majd aztán itthon nyilván Például mondjuk a mi hazánk felvetésére, akár a parlamentben, meg el fogja mondani, hogy Magyarország az nagyon nagy haszonélvezője az Európai Uniónak és az EU tagságnak, és akkor megint mást mond Brüsszelben, mint itthon. Mondott még más dolgot is egyébként Orbán Viktor az LP-ben. Azt mondta, hogy a migráció, az antiszemitizmus, a nők elleni támadások és a homofóbia erősödését okozta. Na most itt a sorrend, meg a prioritás az meglehetősen érdekes és megint ér, ahhoz képest, amit itthon hallunk. Mondjuk nem az antiszemitizmus kérdésében, mert mondjuk Orbán Viktor esetében egy valami van, amit akár Brüsszelben, akár Magyarországon, akár Moszkvában, de Ugandában, bárhol legyen is, következetesen van, az a zsidó barátság. Tehát ez, ez az egyes tényleg állandó, a többi az úgy változik. Hát mert ez képzi az egész ner alapját. ez az egy, ami Tehát nem ugye változtat. Ezen ne is akadjunk fönn annyira, de a, a homofóbia, hát maga ez a szó, ez szélső liberálisok, a vók ideológusai által... A vókbusztersznek ne... lehet, igen, hogy itt lenne dolga. Igen, hat. igen, igen. Tehát a vókbusztersznek <laughs> most lenne dolga Orbán Viktorral egyébként, lehet, hogy szólni kellene neki, mert ugye ez a szó maga már egy politikai töltettel bír. Tehát homofóbnak szokták Orbán Viktort is nevezni azért, mert szavakban, tettekben nem annyira, de szavakban föllép az LMBTQ propaganda ellen. Na most akkor itt egy olyan ellentmondás van megint, amit, amit valaki más oldjon föl, ne én. Péter, feloldod? Vagy megpróbálod legalábbis? Föl lehet -e oldani ezt? A politikai kommunikációnak, már mint a tisztán haszonelvű, ugye egy tömegdemokráciára, tömeglélektarra épülőnek nem, nem az a lényege, hogy itt egy, egy érefésült ideológiai vegytisztasággal legyen valami következetesen képviselve. Ami érdekes gondolat ehhez kapcsolódó, hogy valóban ez a radikális jobb oldalnak volt a veszőparipája, kezdve egyébként a mépes időkig elmenve Csát Magdolnának is gondolva a közgazdasági munkásságára ezzel kapcsolatban a, akár ugye a tőkés társaságok világuralma az egyértelműen, hát régen még ugye mondták, hogy egy szélső jobboldali konteó, nem kell ezzel foglalkozni. Az EU csatlakozása szemben is, de főleg ugye a NATO csatlakozása szemben is csak a radikális oldal állt ki egyöntetően, és akkor már ők 20 éve is ezt mondták azok a képviselők, és ők még nem azt mondták. Tehát ugye ez, egy, ez, megint egy érdekes dolog. Az más kérdés, hogy tényszerű, hogy Magyarország kicsit egy ilyen mexikói makiladóra tartományra hasonlít egy összeszerelő üzem, amit ugye távvezérléssel irányít a, a német autóipar és az orosz gáz- és olajipar. Hát a kínai autóipar. Most már van, igen, hogy... tehát, tehát ugye itt, itt, van már egy, egy újabb, még szomorúbb szál szerintem a, a, a ebben, a, ebben a történetben. Tehát azt látjuk, hogy Magyarország gazdaságilag egy teljesen kiszolgáltatott ország, ami még működött, azt is tönkretették, elherdálták 1990 után, hogy ebből hogyan lehet talpra állni, mit lehet tenni, ez megint egy más kérdés. Attól függetlenül, hogy ez a kijelentés igaz, de ehhez az egész magyar hatalmon lévő politikai élét az elmúlt 30-40 évben asszisztált. Az, hogy Magyarország azzal váljon, hogy hogy deficitben van a befektetésekhez képest. Ami egyébként egy várható dolog volt, tehát én nem azt kétlem, hogy mondjuk nyilván nem a karitás, nem a szeretet szolgálat okán emelnek itt mondjuk egy autógyárat, vagy van bármilyen nagyobb beruházás Magyarország területén, gazdasági beruházás egy külföldi csoport vagy vállalat, vagy akár ország részéről. Ez rendben van, csak hogy ennyire lehúzzanak minket ezzel, ez viszont már tárgyalási kérdés, illetve az, hogy ebből akár ennyi az, vagy annyi sápért valakik, akik ezeket a szerződéseket aláírták egykoron, meg ezt a gazdaságpolitikát folytatták, azok vajon nem érhettek volna el jobb pozíciókat, és úgy érzem, hogy majd ebben teljesen egy lakály jellegű volt az elmúlt 30-40 év teljes politikai létje, aki döntéshozó pozícióiban volt, és akkor most fölébredünk hirtelen, úgyhogy ez már nagyon régóta tematizálva volt a... Radikális jobb oldalon, akár a parlamenti vagy a parlamenten kívüli radikális jobb oldal esetén. Péter egyébként oszal. látod, hogy mit okoz a, a hazugság, folyamatos Igen. hazudozás, meg a romlottság. Tehát valaki mond olyan dolgokat, ami, ami egyébként igaz, de már tényleg a kutya nem veszi komolyan, hogy, 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 hogy hova vezet az, amikor az ember folyamatosan hazudozik, és szerintem, hogyha létezik nem evilági erkölcsi büntetés, akkor már akkor ez az hogy amikor az ember mond igazságot, és már azt se veszik komolyan. Béla, szerinted felébred a magyar? De súlyos kérdés. Csak hogy Péter mondja, hogy a kérdés. kérdés. Ajajaj. én most megkerülöm ezt a választ, mert különben a nem létező TikTok csatornámról is leiratkozik mindenki. Na, viccet félretéve, reagálva erre az egészre, azt szeretném egyébként előjáróban így elmondani, mielőtt belemegyek mélyebben a válaszba, hogy lehet, hogy most a megszokottnál három fokkal vagy még több fokkal sokkal inkább kormánykritikus voltam, és sokkal inkább igyekeztem mindenhol beleállni, és cinikusnak lenni, és, és torkon szúrni a különböző érveléseiket. Ami, ami egyébként, én mindig kormánykritikus vagyok, de ugyanilyen kritikus vagyok bármilyen más politikai szereplővel szemben, hogyha ez indokolt de most ezt tényleg direkt eltúloztam, és direkt, vagy hát nem is túl, szerintem ez, ez, így jogos, mert, mert egy olyan szintű felháborodás van bennem, egyrészt Orbán Balázs miatt, másrészt a Vitnyédi történet miatt is, mert az is extrém pofátlan, hogy hogy úgy gondolom, hogy nem nagyon lehet ezzel az egészen más csinálni, csak cinikus módon így rájuk olvasni az összes baromságot, és még, még Orbán Balást, ugye végig ott ült Orbán Viktor mögött, és próbált pókerarcot vágni ehhez az egészhez, még azért annyit ide lehet őt citálni, hogy én remélem, hogy hamarosan változni fog az ő munkabeosztása, vagy munkaadója, és azt kívánom, hogy az izraeli védelmi erőknél töltsön be strat stratégiai tanácsadó szerepet, mert, mert ezzel a hozzáállással egyébként a közel-kelet békéjét azt nagyon gyorsan el lehet hozni, hogyha ha Izrael a továbbiakban beszünteti a védekezést és a feladás irányába kezd el mozogni. Tehát akkor, akkor lehet, hogy még a harmadik világháború is elkerülhető lesz. Na de, egy kicsit komolyra fordítva a szót, zárójelben ezek is mind halálosan komolyan <laughs> gondolatok voltak. Tehát itt szerintem Orbán Viktor úgy döntött, hogy amikor kimegy most Brüsszelbe és előadja ezt az egész történetet, ami elő lett adva, akkor ő egy személyben el szerette volna játszani William Vállást, Horti és Hofit. És egyébként viszonylag jól hozta ezt az egészet. Tehát a szabadságharcos az ilyen nagyon-nagyon ilyen Háborúk, COVID, és nem is tudom, miket szoktak még felhozni. A nyugati embargó okán és háborúk okán tönkretett országot ő most egyesíti és felépíti, és rászavaztak itt a legtöbben, és különben is minden eredményt azt ő ért el, és a legjobban. És, és ezt az egészet egy olyan formában adta elő, természetesen ezek mind ilyen féligasságok, fél meg nyomokban igazságot tartalmazó dolgok, mert nem mondom, hogy minden kamu volt vannak benne, amik tényszerűek igen, meg vannak, amik tényszerűen nem, de, de a fő, fő cél, a fő szerep, amit előadott, az hofi volt, a gőzleeresztés. Hogy a szavazói, akik most egy kicsit felháborodhattak Orbán Balázs 56 gyalázásán, avitnyédi, arcba tolt hazugságokon, és még ezer meg egy másik dolgon, ami, amik potyognak ki mindenféle csontvázak a szekrényből, akkor azok most megnyugodhass, megnyugodhassanak, hogy fehér lovon bevonult Brüsszelbe, és úgy beolvasott nekik, hogy, hogy ott köpni nyelni nem tudott senki. És ezt nyilván ezt a szerepet jól lehozta, csak hát pontosan tudjuk, hogy Hofi miért kapott szereplési lehetőséget a kommunizmus alatt. Mert, mert neki ez ki volt találva, hogy szükség van egy ilyen karakterre. És Orbán ezt, ezt teljesen jól lehozta, csak hogy Barnabás is mondta, aki az egész életét végig az nagyon ne lepődjön meg azon, hogy, hogy amikor a, a, az, el, az által elmondottak nyomokban tartalmaznak igazságot is, akkor is csak ezzel a mély és megvető cinizmussal tudok legalábbis én felé fordulni. Szerintem ez egy nagyon jó zárszó, de mielőtt e, elköszönnék, szeretném a kedves nézők figyelmébe ajánlani, hogy november 16-án Győrben e, egy élőszereplős, szereplős, élő közönséges e, műsorfelvételt tervezünk, illetve az meg is lesz majd tartva. Ez az esemény regisztráció köteles lesz, amit az légió címen lehet majd megtenni, de a magyar jelen különböző felületein ez még uh, nyilván hirdetve és reklámozva lesz, hiszen a főszervező konkrétan a magyar jelen lesz. Köszönöm a vendégeimnek, hogy itt voltak, itt Köszönjük voltatok. Szépen. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet.